álszent és álságos a DK devizahitel propagandája. A demokratikus koalíció az elmúlt időszakban a devizahitel károsultakat vette célba, és az ő megmentésüket helyezte kilátásba. Kérdem én, hogy hol voltak eddig, amikor kirakoltatások ezreit foganatosították évente? Hol voltak eddig, amíg a bankok, követeléskezelők, végrehajtók semmiszték ki a magyar nemzetet, családokat egy nyilvánvalóan csalásra alapuló devizahitel szerződések okán? Felelősként segítőt játszani, kabaré. Álszent és álságos ez a propaganda, ha csak nem újbóli hazugság. Főleg annak tudatában, hogy a Gyurcsány kormány és az egyik felelőse a mind a mai napig húzódó deviza kálváriának. Mivel a gyors államháztartási hiányok miatt 2007-ben emelkedtek meg a törlesztő részletek, a Gyurcsány kormány figyelmen kívül hagyta ezt, és a tájékoztatást is kihagyta az emberek részére, hogy erre a veszélyre felhívják a figyelmet. Sőt, a különféle támogatások megvonásával még jobban beletaszították a magyar családokat a devizahitel igénybevételébe. A szocialista kormányok alatt 140-szeresére nőtt a lakásvásárlásra devizahitelt felvevők száma. 2005-ben Gyurcsány Ferenc így fogalmazott, hogy másrészt azért sem célunk, hogy a devizában történő eladósodást segítsük, mert ez az ország működésének finanszírozását is veszélyeztetné. Itt már tisztában volt ezzel a veszéllyel 2005-ben a kormányfő, de nem tett semmit, pedig az eszközök a kezében lettek volna, mint tájékoztatás szinten, mint a banki korlátozások szintjén is. Azért már felettébb abszurd, hogy Dobrevék még mindig a bankok, pénzintézetek képviselőjével szeretnék rendezni a devizahitel helyzetét, aminek az eredménye és hathatósága is megkérdőjelezhető. Elég megvizsgálni az OTP reagálását és pereskedését a horvát kormánnyal szemben. Az elsétálás joga pedig nem jelenthet megoldást egyetlen egy adós számára sem devizaügyben. Mind a mai napig családok ezrei szenvednek a devizahitel miatt, és ezért épp oly felelős a Gyurcsány-Bajnai kormány és a éppen regnáló Orbán kormány is. Több mint 10 év kormányzás után sem sikerült a devizahitelt rendezniük. Adósságspirálban és visszafizethetetlen adósságokkal rendelkeznek a családok, amire valódi megoldás kell. A Mi Hazánk mozgalom már a megalakulásán is zászlajára tűzte a devizakárosultak megmentését és valódi rendezését. A Mi Hazánk, mint egyedüli párt ezzel szemben az uzsoraterror összes haszonélvezőjét el fogja számoltatni, és a devizaügyek teljes átvilágítását követeli. A párt megoldásként egy teljes és átfogó kártalanítást kezdeményez, ezen kívül pedig a kifolyósított tőke összeggel való elszámolást.